Ha szeretnél menő PG-13-es termékeket venni, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni a leírás legfeljebb sorát, rákattint a linkre, és már kedvedre válogathatsz is. Ha van egy kis időt, kérlek, kövess be az Insta és Facebook oldalamat, ugyanis itt mindig kapsz értesítést az újabb videókról, és hogyha bekövetsz, akkor minden 500. vagy 1000. betűm után fogok PG-13-es termékeket sorsolni. Hello mindenkinek, sziasztok, Sackit vagyok, és ímét fink egy következő videóban, cső-cső, sziasztok, hali-hali. Na! Tök király! Rég volt ilyen jó kis beköszönős normális videó, és itt tart velem kis is szokással, szia-szia kis cső-cső! Nos, srácok! Ebben a videóban egy új faluba jöttünk ismételtem, és eléggé királyon néz ki, szóval mindjárt szépen körbe is mutatom. A házam is igazából királyon néz ki, meg úgy minden, szóval minden király most, tök jó! Tök király, boldog vagyok! Na! Menjünk ki, kis te is nyugodtan jöhetsz, várjátok, a kajákat kiveszem. Woof, finom kaja, woof, adsz. Ja, adok neked kaját, egy pillanat. Kiveszem az ilyen alap felszereléseimet, azért mégiscsak fontos, hogy legyenek. Tessék, kis kapsz kaját szokással, persze. Na, nagyjából így néz ki, hogy ez a falu tökre király. Amúgy legalábbis, hogy a házam szerintem jól néz ki, maga ugye a falu elhelyezkedése is tök jó. Úgy, ja, azért mégiscsak, szóval ja. A kovácsot gyorsan át akarom nézni, mert azt még nem néztem át. Hát, ha lesz ott valami értelmes cucc. Ott van ugye egy rendőr, azt mindjárt megnézzük, hogy ott mi van, vagy mi a helyzet. Kiveszem minden a cuszkat, ó, egész jó, ahhoz képest kaptunk egy pár vasat. Köszönt is nekem a rendőr, nekem köszönt. Hello, cső, csá, hello, ó, szia, jó napot, rendőr úr. Hello, miben segítetek? Mondja nyugodtan, vagy nem tudom. Nem látott erre egy rabot? Nem láttam erre egy rabot, de nem tudom miért, vagy milyen rabról beszélünk, vagy nem tudom. Nem nagyon szoktak errefelé rabok járkálni szerintem. Elszökött, és nagyon veszélyes a népre. Wow, elszökött egy rab a börtönből? Az nem túl jó. Igen. Hát nem nagyon láttam errefelé rabokat, de hogyha látok, akkor mindenféleképpen szólok szerintem. Szóval, ja, de ezt így eléggé nagy sajnálattal hallom. Hát jó, rendben, köszönöm, nincs mit. Wow, srácok, ez egy kicsikét így most így lesokkolt. Mindegy, kis szerintem otthon be is zárom gyors inkább a házba, hogy nehogy az legyen, hogy rátámad valamilyen random rabit valahonnan. Szóval, ja, szerintem be is zárom gyors ide. És én gyors el is megyek, úristen, hogy mennyi falusi van itt. Gyors el is megyek szerintem gyűjtögetni így kajánokat, meg ilyesmiket. Mert azért mégiscsak ez úgymond a mindennapi dolgunk, hogy így farmászkodjunk, építgessünk, meg stb. Meg ilyesmi, de, ja, igazából nagyjából így ennyi. Jó, itt már répák szépen kezdenek kinőni, szóval izé, pofa be, falusiak. Wow, valaki itt nagyon ordibál, vagy izé a falusiakkal. Mindjárt megnézzük, hogy mi van itt. Közben, jó, oké, ezzel is meg vagyok. Nem sok cucc lett, na mindegy. Ezeket szerintem én gyors lerakom így itthon. Azért mégiscsak biztonságban legyenek meg ilyenek. Meg szerintem ezeket is lerakom igazából, mert nem hiszem, hogy nagyon fognak nekem most egyelőre kelleni. Szóval ja, na király, mégis akkor szerintem tovább meg ilyenek. Az ott ki? Mi van ott? Na várjátok, ott van egy szökött rabló? Ne, ott a rabló, ott a rabló. És a rendőr az miért nem látja? Na már, itt van a rabló, srácok. Oké, szerintem szóljunk a rendőrnek. Szerintem mindenféleképpen... Oké. Szerintem mindenféleképpen a rendőrnek kéne szólni, szóval... Nem kéne itt szenvedni meg ilyenek. Jó, oké. Rendőr úr! Rendőr úr! Rendőr úr! Jó napot! Hello! Arrafele volt a rab! Arra volt a rab! Ott volt, bement egy házba, ahogy láttam, és... ja! Valóban, igen, arra volt, arra ment! Arra ment, ott volt, bement egy házba, és ott kutakodott, vagy nem tudom mit csinált. Meg a falusiakat leszólta, hogy pofa meg ilyenek. Köszönöm, elkapjuk? Jó, remélem. De akkor tényleg kapják el, és ne itt szólálkodjon az arab meg ilyenek. Wow. Oké, jó, ez egy kicsikét para. Szerintem én inkább itthon maradok, és megpróbálok csöndbe maradni, és nem izélni, mert gáz lenne, hogyha szerintem most ránk támadna az arab. Nagyon, nem tudom, hogy mit kéne csinálni, de mondjuk vaskardon van, meg ilyenek vannak, szóval elvileg olyan nagy probléma nem lehet. Jó, mi van az ajtómmal? Mi van az ajtómmal? Gyere vissza, Dani! Mi az? Mondjad! Gyere vissza, Dani! Mondjad, mi az? Mondjad, rendőr úr! Vagy mondja, rendőr úr! Pontosabb infók kellének? Hát arra ment be! Hát most milyen infót mondjak? Oda ment be a házba! Lehetett látni, hogy oda bement! Meg ordibált a falusiakkal.
Ennyi, hát most nem tudok többet mondani. Rajta volt egy ilyen rabruha, ahogy láttam. Ennyit láttam, rendben. Jézusom, most ezért engem külön elhívott. Hát ott van, csak kapják el kérem, és ne legyen izé. Ne legyen itt izélés, hogy így úgy, mit tudom én mi. Hova tűnt az ajtóm? Jó, nem érdekel, elviszem innen. Hát most nem tudok ezzel mit csinálni, eltűnt random az ajtóm, váltok. Ez gyors, becsórjuk addig, kölcsön veszük így a szomszédunktól. Fogd be. Jó, oké. Nem már. És gyere be. Nem akarok bemenni. Jó, oké, bemegyek. Oké. Hello, szia. Jó, akkor ezt az ajtót akkor már így... Ne! Jó, kis Jugi. Istenem, nem már! Hogy jött ide be? És miért? Istenem! Szia rabló, hello! Szívás, eléggé az, igen! Mivel segítitek? Mit szeretnél? Ha most így élvezed? Élvezed már megint? Hát jó, nyugodtan kis, akkor öld meg. Ne! Istenem, szegény kis. Nem már. A kutyámat hagyd békén, jó? Őt ne bánsd, na. Szóval, igen, mondjad, mit akarsz? Mi van? Mondjad. Szökött rabló, miért? Tartod a szád, vagy halál? Tartom a számat, de nem akarsz innen lelépni? Inkább, tehát nem tudom, arra fölött kimenekülhetsz. Jaj, de jó. Istenem. Most itt kell veled szenvednem? Hát ez csodálatos. Nem tudom most amúgy így mi lesz pontosabban. Vagy levágom a szádat. Mi az? Vagy levágom a szádat, vagy... Vagy mi lesz? Mondjad! Vagy mi lesz? Mi lesz? Mondjad. Mit akarsz csinálni? De amúgy ezt sem értem, hogy miért ide jöttem? Miért nem menekültél el inkább? Mert amúgy itt van, én nem bízok benned. Jól van, értem. Nagyon rossz neked, meg ilyenek, de... Akkor is nem teheted ezt meg, hogy ide bejössz a házamba és ezért adj kaját. Nincs kajám. Nincsen egy darab kajám se, esküszöm, tényleg mondjuk az előbb itt volt a izénbe. Jó van, adjunk neki. Istenem, srácok! Ez így nagyon-nagyon nem lesz jó! Ez így nagyon-nagyon lesz jó, valamit muszáj ezt kitalálni, valahogy szólni kell a rendőröknek. Jó, most nem néz. Rendőr úr! Nem akarok segíteni a rablónak. Nem akarok, meg nem is akarok itt lenni vele. Nem már. Ez nagyon gázom, hogy ti ilyen helyzetben ütlenítek, de komolyan. Tudod mit? Na mit? Mondjad vicc, mondjad szökött rabló. Szórakoztas. Jézus Isten. Mit akarsz? Táncolj. Tink-tank-tunk. Nem tudok izéket, ez a slangó, mangó. Nem tudom. Csa-csa-csa, saka-saka. Nem tudom. Fúj de gati. Bocsi, de nekem nem jut eszembe jobb, nem vagyok jó táncos. De hagyjál békén! Tűnjél el a házamból, hagyjál békén, de tényleg! Istenem! Ne csináljuk már ezt, valahogy ezért 10 googolás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tessék, hagyjál békén! Most már lelépsz lassabban! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tessék! Hagyj békén! Valahogy meg kéne támadni. Amúgy van egy csomó opiamam, lehet, hogy meg tudnám kölni. Haha, jó ezt nézni. Szerintetek, srácok, meg tudnánk amúgy ölni? Szerintem simán lehetséges. Szokott rabló, jó van. Nem tudom, nem nagyon tudok lehet mit kezdeni, hát akkor próbáljuk meg. Próbáld meg a lehetetlent, bár kétlem, hogy ez nagyon beválna. Jaj, kis is támad. Kis is támad, csak nehogy megüsse véletlen kis, mert akkor nagyon gáz lesz. Jaj, nem baj, valahogy szét kell ütnünk, szét kell pvp-znünk a srácot. Azért lehet, hogy gyémánt szettje van, de nekem több ópiálmám, de és nekem sok ópiálmám van. Remélhetőleg, jaj, kis, kaja, jó, oké, kísér. Jó, oké, üssük, mi van? Csak kézzel ütsz, vagy mi van veled? Heted a gyémánt karját, nem tudom, hogy mit csinál a srác, de nagyon okosnak tűnik, így legalábbis idejáig. Esélyed sincs, de miért kézzel ütsz? Miért kézzel üt a srác? Most komolyan, miért kézzel üt a srác? Hallod? Na, állj, egy HP-d van, te buta. Na mi van? Jaj, kis meg fogja ölni, gyerünk kis, kapd el, meghagyom neki, kis, kapd el, gyerünk kis, kapd el! Mennyire menő már? Na, gyerünk, na, ne szaladgálj! Jaj, megütött a kis, nézzétek már! Ne, hagyd békén! Jó, megölöm. Ennyi volt, ennyi vagy, ennyi meg voltak a rablók! Jó, szóljunk a rendőrnek, gyors váljatok.
Jó, ezt kiütöm gyors. Szólok a rendőrnek, mert szerintem erről azért csak szólni kéne, nem? Eléggé valószínű, hogy azért erről mégis csak illene neki szólni, hogy mi történt itt, de legyőztük a robot! Hú-hú, király! És kis is segített nekem, szóval ja. Csá, rendőr! Hello! Itt a rabnak a cucca. Látod? Megöltem. Húj, amúgy nagyon-nagyon jó munkát végeztek, miközben ő ott volt az egész vége a én házamba. Meg ilyenek, itt van az összes cucca, előbb jött be a házamba, fogságba tartott és meg akart engem ölni. Most szivat? Nem szivatom! És amúgy nagyon-nagyon rossz munkát végeznek, szóval szerintem ezt jelenteni fogom a felettesének. Kitüntetem hadnagynak, na! Köszönöm, jó, akkor én hadnagy vagyok, vagy nem tudom. Jó, a srácok, akkor a következő videóban rendőröset fogunk játszani, úgy tűnik. Jó, mindegy, akkor következő videóban rendőrök leszünk. Srácok, köszönjük, hogy itt voltok velem a videóban. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, de megiratkozzatok fel, megnyomjatok meg a csengőt, meg csekkoljatok a termékeimet, meg ne felejtsétek el, hogy ez a videó után kezdődik a következő videóm a Dani Kalandok csatornámon. Ott találkozunk, ezt ne felejtsétek el, Dani!